Inkább volt a tervezem, hogy olyan a belvárosi szökőkutakat lefilmezem, és egységesen egy kis videó keretén belül játszom majd le. Legelőször a Kossuth-téri körforgalomnal, ez a legnagyobb szökőkut együttes. Ezt filmezem le egy kicirka, aztán majd többiek is oda megyünk egy kicsit. Hát most nagy a forgalom, aztán jönnek-mennek az autók, de nagyon szép. Hát a legelső ez, aztán ehhez tartozó a rendszék lesznek majd, de ahhoz át kell menni majd az Utpesten. Addig le is állítom a gépet, és majd folytatom. Átértem a túloldalra, és egy kicsit innét is még a körforgalmi szökőkutat egy kicsit megtekintjük. Aztán menjünk tovább ezekhez a lapos medencékhez. Ezek mozdulatlanok, nem olyan látványosak, most legalábbis. Hát az a legszebb. Van, amikor a középső vésugár fölmegy magasabbra is, de most úgy látszik, hogy erre a szintre van beállítva. Nem egy fejjel. Egy is gyönyörű. Visszajövünk ide. Hát egy kis szippen lubiszkol benne. Ebben a nagy nyári melegben nem is csoda. Most éppen ezek a zisugarak nem működnek, amik itt a kis úttest fölött egy ívbe mennek át, csak a szórófáj van. Tényleg, amikor ebből a 2-4-5 helyről, amikor egy ívbe hát mennek a sugarak, mert sajnos most nincs ez se. Akkor innét megyünk is tovább, és innen tovább megyünk a következő szökőkuthoz. Itt át fogunk menni az Élőgi csatornán, Kossuth tértől. És ott majd a világóránál lesz a következő kis szökőkut jellegű dolog. Itt van az Élővíz csatorna. Átfolyik a városon. Kacsálkusznak van. Egy csomó híd ível át fölötte a városon.
tehát menjünk a másik oldalra is. Van, amikor annyi kacsa húszik benne, hát most éppen ezek is kimentek a hűvösre. Mindjárt odaérünk a világórához. Nem árat látszik, és a következő kis vizacske. Itt vagyunk a világóránál. Nem tudom, de éppen a gyulai időzlandos rajta. De kell venni akkor a következő. A főügyészség előtt vagyunk. És akkor megyünk tovább Harukkert tér irányába. Közeledünk a Harukkert tér fele, ahol a következő szökünk utak lesznek. Látszik is. A oldalt itt van a Nádi Boldogasszony templom. Majd arra mi rákamerázunk. Itt végig megyünk ezen az oldalon. Elégtem működnek a... Hoppá, most leálltak. Elindult a főből. Látom, mert álltunk itt újból a Nádi Boldogasszony templomra. Akkor is megyünk tovább. A oldalon. Úgy látszik velem. Lejutják a munkálatok vannak. Ez így lehet. Átmenünk a túl oldalra. Ezt is már látszanak a... Oldalon is működnek. Na most menjünk tovább, itt a Sétáló utcán. Ez a Városháza utca. Mert majd ennek a végén
lesz a következő. Itt vagyunk a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságnál. Ez itt van a Városháza utcának a végénél. Mert itt lesz a következő állomáshelyünk. Az utolsó kis vizecske, amit leszeretnék fényképezni. Itt két utca a túloldali Városháza felől jön. Érdekes módon az most a Megyeház utca, és most itt meg a Városháza utcán vagyunk. És ez a két utca, a Megyeház utca meg a Városház utca tolkolik bele a vár felé vezető Kossuth utcába, és itt a találkozásnál van az utolsó kis vizesés, amit hát nem is vizesés, hanem mindegy, minek nevezzük, szökőzők. Bodoki szobor, ha jól emlékszem, vizumi érnek volt, mindig a szobra van itt. Ezt az utcát mondtam, ez jön a Városháza felől, ami a jelenleg Megyeháza utca. Másik oldalra, pontosan Bodoki Károly. Milyen? 1914, 1868. Ennek a emlékére állítottam ezt a szép kis szobrot. Thank you.